őszi szélben láttalak meg. Bíbor felhős volt az ég, száraz levél hult a fáról, ma is fájó az emlék, ma is fájó az emlék. Tankó Edina a Vencel József szakközépiskola diákja, aki növénytan tagozaton végzi tanulmányait. Fiatalkora ellenére már rég magával ragadta a zenevilága, így nem véletlen, hogy ezen területen szeretne tevékenykedni. Már 7 éves kora óta tudja, hogy a művészi világban szeretné tehetségét kibontakoztatni. Ezt 7 éves koromban döntöttem el, akkor fedezték fel a hangomat, akkor kezdtem el járni magánórákra, és onnantól kezdve vagyok a zenei pályán. Jártam magántanárokhoz körülbelül 15 éves koromig, aztán otthon próbáltam magamnak, voltak falunapi fellépéseim, jártam tehetségkutatókon, és úgy magamban felkészültem ezekre. Na 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 piros mantlikámat fújdogálja a szél. Köszönöm galambom, hogy eddig szerettél. Arról sem tehetek, ha már megvertettél. Nálamnál szebbeket, jobbakat kerestél. Edina a falunapi fellépések mellett tehetségkutatókon is szerepelni szokott, legutóbbi vetélkedő során sikerült is magáinak tudni a negyedik helyezetet. Legutóbb az Y-faktorban voltam, ahol negyedik helyezetet értem el. Van, hogy más előadók dalait énekli el, de ugyanakkor van már saját videóklipje is, amely a Hosszú órán címet viseli. Hosszú órán! Van, ahol karaoke változatot énekelek, azaz más előadók zenét, és most megszületett ugye ez a videóklip Hosszú órán. Ez úgy született meg, hogy Árástól nagyon sokat hallgattam a Dulce Dórám zenét, aminek a dallama megtetszett, és úgy gondoltam, hogy na erre kell egy magyar alap, és így született meg a Dulce Dórám, azaz a Hosszú órán. A szöveget írta nekem Lizly B, ő egy magyarországi szövegíró, aki átküldte nekem Messengeren a szöveget, és én a zenei alapra ráénekeltem. A dalszöveg megalkotása során Edina tűzi ki az író számára a témát, hogy milyen kategóriába tartozzon az, majd ennek megfelelően születik meg a végső alkotás. Az elképzelés az igazából megadok egy témát, amivel kapcsolatosan szeretném, mint hogy szerelem vagy barátság, és azt szerint ő ír nekem szöveget, ami rimmel is, és a dallamhoz is megy, és minden rendben legyen. A videoklipen forgatása úgy zajlott, hogy felkerestük Szőcs Dénes úrt, aki fölvette az egész jelenetet, és eldöntöttük, hogy milyen táj, milyen háttér illene, és körülbelül egy hónap alatt lett kész ez a klip. Augusztus 28-án lett kiadva, júliustól kezdődött az egész forgatás. Eltűntél a fél homályba, száz éjjel átvirrasztotta, nélküle céltalan a holnap, a reggel messze van, a reggel messze van. Edinát már kiskora óta, hogy a pop és a könnyű zene világa ragadta magával, így nem véletlen, hogy ezen zenei stílusban szeretne kibontakozni. A pop és a könnyű zenébe érzem otthon magam. Köszönetet szeretnék mondani legelső sorban a szüleimnek, a támogatásukért, második sorban a Roll együttesnek, azaz Nagy Tivadarnak, a stúdió felvételekért, hangfelvételekért, szeretnék a klippekért köszönetet mondani Szőcs Dénes úrnak, és szeretnék köszönetet mondani Liz B-nek a dalszövegért. A hétköznapi tevékenységeit, a tanulást, illetve a gyakorlást is kiválóan össze tudja hangolni, és mindenre tud megfelelő mennyiségű időt szakítani. Nagyon jól össze tudom hangolni, hiszen iskolából hazajövök, aztán elmegyek sportolni. Azután pedig egészen a zenével foglalkozom. Tehát énekelek és próbálok otthon.
Másfél hete, hogy a babám nem láttam. Másfél hete, erdőt, mezőt bejártam. Nem tudom, hogy hová lett a kedvesem, csak azt tudom, hogy mennyire szeretem. Az elkövetkezendőkben is van már kilátásban, hogy újabb videoklipet forgasson, bár ezt még egyelőre nem teszik lehetővé az időjárási viszonyok. Van még zeném, amit szeretnék felvenni videóra, viszont még nem engedi az időjárás, és várjuk, hogy megfelelő legyen minden a videoklipnek. A későbbiekre nézve szeretném fejleszteni tovább magam a zenei téren, és nagyon-nagyon szeretnék a zenével foglalkozni mindenféleképpen. Bizakodunk benne, hogy minden az ő elképzelései alapján fog alakulni, és eléri a maga elé kitűzött célokat.